Jó estét kívánunk minden kedves nézőnknek. A mai témánk az a félni vagy élni, vagy alcímként az Istent félni vagy Istentől félni lesz, és azt gondolom, hogy a beszélgető partnereimet nem nagyon kell bemutatni. Így nagyjából egy, el is indulnánk a témán, és még igazából azt foglalkoztatott ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy hogy vajon miért alakul ki az emberben az, hogy, hogy, Istentől fél, amikor már megismerte egyszer, és döntött mellette, és hogy, hogy, mit is jelent az, hogy félni Istentől, keresztény szemszöggel, tehát már egy keresztény életében. És szerintem Attilának teszem fel ezt a kérdést először, hogy ő mit gondol erről, mit jelent egy keresztény szemében azt, hogy félni Istentől mit jelent az, hogy félni Istentől, az azt jelenti, hogy félni Istentől. Ilyen rövid, de ha az Isten félelemre vagy kíváncsi, akkor azzal kapcsolatosan a saját meggyőződésemet tudom elmondani. A Biblia beszél arról, hogy Isten gyönyörködik az Isten félőkben, és azt azért szeretném leszögezni, hogy ez semmiképpen, legalábbis az én olvasatomban, nem az Istentől való félelmet jelenti. Én amikor igazán megismertem, az Urat nem mások elbeszéléséből, nem Isten tiszteleteken keresztül, hanem a személyes találkozás nyomán, akkor az egy nagyon-nagyon pozitív és meghatározó élmény volt az életemben. Nem félelmet éreztem, hanem éppen ellenkezőleg szeretetet, hazatalálást, felszabadultságot, örömöt, békességet. Tehát mindent, ami a a félelemnek az ellenkezője, és azon a helyen, ahol a Biblia beszél az Isten félelemről, hogy az Úr gyönyörködik az Isten félőkben, ott ki is, felejti, hogy ki is fejti azt, hogy ez mit jelent, azt mondja, hogy nem a lovak erejében, nem a férfi izmaiban gyönyörködik az Úr, hanem az Isten félőkben, és aztán folytatja, hogy akik az Ő szeretetében bíznak. Az Isten félelem az számomra azt jelenti, hogy az életem minden helyzetében kalkulálok vele, Istennek a személyével, azzal, hogy minden hatalom az ő kezében van. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok minden felett én nem tudok rendelkezni, bármennyire is szeretnék. Sok döntés van a kezemben, de nagyon sok döntés nincs a kezemben. Ez Isten filemre ad okot. Ugyanakkor mindezzel együtt úgy kalkulálok Istennel, hogy az ő szeretetében bízok, hogy minden helyzetben, ahol neki van hatalma beavatkozása, már pedig minden helyzetben van ilyen, ott minden esetben az irántam tanúsított érzett szeretetéből fog döntéseket hozni. Úgyhogy számomra ez jelenti az Isten félelem, hogy bízom az Isten szeretetében. Bélet, mit, mit gondolsz -e az Isten Istentől való félelemről? től való félelemről? Igen. Tehát, ami, ami, nem az Isten félelem. Igen. Ami <laughs> <laughs> nem, hanem az. nem az Isten félel, Hát. Ö, amíg nem ismertem őt, addig én is féltem tőle bizonyos értelemben, meg szerintem általában mindenki így van, pogány emberként. Hogy, a, hogyha valami baj történik vele, akkor biztos az Isten verte meg. Ugye mégiscsak félni kell az Istennek a csapásától, meg az Istennek a haragjától. Tehát van egy ilyen ö, közfelfogása, úgy tetszik a pogányok pogányok között, akik nem ismerik őt, sőt, a szomorú az, hogy úgymond az egyházban is tele van ilyen hívőkkel. Túlnyomó részt talán még azt is hozzá tenni. A legtöbb hívő ebben az értelemben fél az Istentől. De fél az Istennek a haragjától, a bosszújától, a szentségétől, és szerintem ez nem egy jó Ö, állapot, nem egy jó helyzet, ez ö, soha nem viszi közelebb az embert az Istenhez. Az Istentől való félelem szerintem igazán az, az Úrhoz közel nem, vi, nem viszi. Elindíthat egy folyamatot benne, Elindíthat, elindíthatja őt abba az irányba, hogy, hogy keresi az Urat, de önmagában az Istentől való félelem az, 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 az Magáz az Isten, ez nem visz közel. Mert a, a, került az ember olyan helyzetbe, hitetlenként, vagy hívőként is, hogy, hogy, hogy elgondolkodik a saját döntéseinek a következményén, és akkor a, elgondolkod, oda, juthat, oda vezetheti ez a fajta gondolkodás, vagy, vagy, szembesülés a saját állapotával, hogy mi is csak a hatalom az úré, de ez se az az való, az a fajta félelem, amire gondolsz, azt gondolom. Hát. Tehát mm, egy szóra kis száz a vége. Szerintem az Isten való félelem, az, 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 nem nagyon látok a, olyat, hogy közelebb vitte volna az embert az Isten. Ezt, amikor a Bibliában sem találok, én sztorit nem tudom, a többiek esetek ta, ismernek -e ilyen sztorit. Én nem nagyon látom ezt, hogy, hogy, hogy ez egy jó jó állapot, egy jó helyzet. Tehát én nem gondolom, hogy ez hogy az ö, egy ideális közeg az ember számára. Vagy állapot. Mm. Ö, Tamás, ezt úgy szokta megfogalmazni, vagy, vagy igazából amit, amit én értettem itt a félelem kapcsán, és akkor még Tamáshoz is adnám a kérdést, hogy ő, ő tőle hallottam már ezt, hogy azért imádkozik valaki, hogy a fejére ne essen a tégla, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez ez maga az a fajta félelem, amikor az ember Istentől fél, hogyha nem teljesít, akkor, akkor ezt hozza. És hogy Tamás, te mit gondolsz erről? Mert azért úgy többször előfordult már az elmúlt időszakban, az, hogy így említetted, hogy, hogy mit... Igen, hát abban az összefüggésben keveredett ez elő, hogy úgy, amikor én fiatal keresztény voltam, akkor megtanítottak engem a szellemi harcra, és hogy mennyire fontos az imádkozás, és én meg voltam róla győződve, hogy ha én reggel felkelés után nem imádkozom egy órát, akkor szörnyűségek fognak velem történni aznap, mert tulajdonképpen az imádkozás az az eszköz, ami biztosítja azt, hogy ezek a szörnyűségek nem fognak megtörténni, nem esik a tégla a fejemre, stb. stb. És hát volt, amikor ugye nem volt idő, vagy nem volt lehetőség, mert olyan volt a napirend, rend, későn keltem fel, mit tudom én, ugye akkor dupla bűntudattal, és egész nap rettegve vártam, hogy a szörnyűség mikor fog bekövetkezni, míg aztán idővel rájöttem, hogy ez nem így működik. De hát nyilván ifjú titánként az ember elfogadja az előtte járóknak a bölcsességét, és sajnos ez az egyháznak az egyik nagyon nagy bűne, hogy az Isten félelem helyett az Isten től való félelmet képviseli, és hirdeti nagyon-nagyon sok mindenben. Bűntudatot kelt, aztán ugye a bűntudattal teli embernek elmondja, hogy az Isten milyen rettenetes, és micsoda nagy büntetésekre képes, aztán utána megoldásképpen felajánlja a saját szolgálatait, hogy azért végig is van kiút a megkerülhetetlen klérus segítsége által. Tehát ez, ez, ez egy ősrégi ősi vallásos csalás, ami, ami sajnos az egyházban is benne van, és sok tekintetben hát, örököltük, és benne van a teológiánkban, a hétköznapjainkban. Ugyanakkor én annyival egészíteném ki azt, amit a fiúk mondtak, hogy számomra az Isten félelemben van félelem. Kétféle félelem van. Az egyik fajta félelem az, hogy a, ugye az Isten félelemnek az egyik fajtája, amit a Biblia nagyon gyakran említ, az azért van, mert mikor az ember valamit megsejt Istenből, mert ugye azt nem állíthatjuk, hogy megismerjük őt a maga valóságában, mert az lehetetlen, egy végtelen lényt nem tudsz megismerni. De mikor valamit úgy, úgy megsejtesz belőle, akkor az megrendíti az embert. Tehát akkor az ember tudja, hogy itt valami rendkívül félelmetes, nagy és hatalmas dologgal áll szemben hogy a Zsoltáros szava jutnak eszembe, a nyolcadik Zsoltár, hogy mikor látom egeidet, a kezed munkáját, a csillagokat, a galaxisokat, akkor azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla. És az ember. Szóval megrend, megrendül az ember. Az Isten jelenlététől, az Isten nagyságától, és ez a megrendülés, ez, le, ez félelemmel teljes dolog. Vagy ott van, amikor az Isten megjelenik a fáraónak, hát bizony azért jelent meg az Isten, hogy féljék őt. Tehát ez kifejezetten azért volt, hogy mert a félelem engedelmességhez vezet. És mivel Isten azt akarta, hogy a fáró egy a népet, ezért az engedelmességet kikényszerítette azzal, hogy a fáró már tőle jobban fért, jobban fért nem elengedni a népet, és összeakasztani a tengeit az élő Istennel, vagy akár a sinai hegyen Isten egy félelmetes módon jelent meg annyira, hogy Mózes is azt mondta, hogy, hogy rettegtem és féltem, és az emberek is azt mondták, hogy, hogy, hogy menj te, és akkor közvetíts köztünk, mert különben meghalunk, ha ez így folytatódik. Tehát ilyen értelemben van félelem. Amikor azonban egy istenfélő ember ezen a megrendülésen túljut, és megismeri az Istent, és e, már nem a félelem miatt akar neki engedelmeskedni, hanem azért, aki az Isten, és megismeri az Istenben a félelmetes, nagy, hatalmas Isten mögött azt az atyai szívet és azt a fajta szeretetet, ami, ami az Isten valódi lénye és valódi természete, akkor ez rendkívül vonzó lesz az ember számára. És ez a fajta istenfélelem inkább gyönyörködést jelent. Írva van, gyönyörködjél az úrba. Inkább, inkább rácsodálkozást Istennek erre a fajta természetére, és ebben már nincs fóbia, ebben már nem, nem félelem van, hanem, hanem tisztelet van. Egy különleges tisztelet, egy különleges odafigyelés. És azt gondolom, hogy Ából el kell jutni a B-be. Tehát, aki találkozott Istennel, és nem ezen számára nem volt egy megrendítő élmény, amiben azért ott van, ott bujkál a félelem, mert az ismeretlentől félünk. Mm. És amikor a, a szellemvilág egyszer csak bejelentkezik, itt a, a mikis izénkbe, az érzéink szerveinken túli valami, egyszer csak érzékelhetővé válik a számunkra, az egy megrendítő élmény, és az embert elbizonytalanítja is. Egyfaj. De innen kell eljutni oda, hogy, a, hogy, az ember tudja, hogy ez a nagy és rettenetes Isten, az én szerető mennyei atyám. És az ő ereje és a hatalma értem van, és engem vesz körül. És ez nem szabad, hogy szemtelenné tegyen, hiszen így olvassuk a Péter levélben, hogyha atyának hívjátok őt, aki személy válogatás nélkül ítél, félelemmel és rettegéssel töltsétek jövevénységtek idejét. De ez a félelem, ez a rettegés nem a büntetéstől való félelem, hanem ez ö, a, azt jelenti, hogy noha egy nagyon mély, szoros, személyes kapcsolatban vagyok az Istennel, ez mégsem tesz se szemtelenné, se elbizalkodottá, hanem tisztában vagyok, hogy az én barátom az, az egyébként az univerzum És egy mindenható, hatalmas és amúgy rettenetes Isten. Akkor ö, igazából tehát lehet, hogy ez az Istentől való félés inkább a teljesítménykényszerről szól. Hogyha az ember azért akar teljesíteni, mert azt gondolja, hogy egyébként Isten nem fogadja el, vagy nem tud eleget teljesíteni ahhoz, hogy Isten elfogadja, hogy vajon ez milyen, milyen hatással van egy keresztény életére. Mit, mit okoz ez? hogy? Béla, mit, mit gondolsz erről, hogy mi hogy alakul át egy kereszténynek az élete, ha, ha teljesítménykényszeressé válik? Hogy alakul át az élete? Hát nyomorúság lesz. Röviden, Többen fogalmazva. Tehát eh, én, amikor megtértem, találkoztam azzal a szeretettel, én, ami, 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 ami padlóra tette, tehát hogy az ember úgy, úgy, volt valahogy, ennek nem lehet ellenállni. És eh, visszatérve a Tamásnak a gondolatára. Én is erre gondoltam egyébként, arra a fajta félelem, csak a Tamás jobban körbeírtam. Mm. Hála Istennek itt helyére rakta a dolgokat, ha már tegyük van Valami ilyesmiről gondoltam én is egyébként, de én úgy gondolom, hogy, hogy az Isten elsősorban az ő szeretetét akarja megmutatni nekünk, mert hogyha a, re a rettenetes mi voltával jött, akart volna közel jönni az emberiséghez, egy pillanat alatt térde tudta volna kényszeríteni az egész univerzumot az ő hatalmával. Csak egy bibi maradt volna, ott maradt volna a félelem az életünkbe. A félelmet, ez a, ez a fajta rettenetes Isten, ezzel a, a hatalmával nem, tud, nem szorította volna ki az életünkben. Nem szabadultunk volna meg a félelemtől, ami egyébként fogvatartott bennünket, az mondja Zsidó levél, egész életünkben. Tehát, hogy én ezzel a szeretettel találkoztam, és az a szerencsés, amikor az ember olyan evangéliumot hall, amikor, amikor megismeri az Isten, mint az ő atyát, az ő apját, és ebből ezen keresztül érti meg, hogy az ő apja, az ő atya, az Isten, az egyébként egy rettenetes Isten. Én azzal a, azt a párhuzamat szeretném elmondani, nekem a kislányommal történt ez, beszéltem is az autonóm Gyüli Betszer talán erről, egyik prédikációba, hogy a, li a lilla lányom, ahogy, ahogy növekedett fölfelé, a középső lányom, az egyszer csak azt mondja nekem, hogy apa, te vagy a lakatos projekt. Volt egy ilyen zenekar, a lakatos projekt. És akkor nézte, a, annyi idős lett, hogy akkor meglátta, hogy hát én ott a, hogy én vagyok a zenekarban, és hogy én vagyok a zenekarnak a vezető, és akkor megkérdezte, te vagy a lakatos projekt. És akkor nekem beugrott ez, hogy, hogy, hogy én, 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 engem odáig úgy definiált, hogy én vagyok az apja, és hát annyit tudott, hogy én szeretem őt, meg és, hát többi. és akkor rájött arra, hogy az apja egyébként a lakatos projekt. Rájött arra, hogy az apja erre is képes, arra is képes, hogy fel, felfedezte azt, hogy az apja mennyi minden nem foglalkozik, és így vagyunk mi is ezzel, hívőként, azt gondolom, talán ezt a párhuzamat hogy érthetőbb legyen, amit mondani szeretnék. És te ezt a szerető Istent ismertem meg, és aztán ö, elkezdték nekem úgy, ö, egyébként az, az egyház, a gyülekezet, a pulpitus mögül, elkezdték nekem úgy, ö, ö, hogy is mondjam, olyan információkat ö, kaptam az Istenről, mint hogyha, hogyha ő elvárná tőlem azt, hogy teljesítsek. És mivel, hogy, az embernek a szíve nyitott még gyerekként, csecsemő hívőként, ugye nagyon sokat beszéltünk már erről, ez megfertőzte a lelkiismeretemet, és a tragédia az, hogy, hogy olyan szinten megfertőzte a lelkiismeretemet ez a teljesítménykényszer, hogy olvastam az igét, és az igében nem ezt olvastam ki, tehát láttam, hogy ez hogy valami nem stimmel, de belül mégis fogva tartotta az, hogy nekem teljesítenem kell és Aha. nem tudtam ezt legyőzni, ezt a, ezt a feloldani, ezt a feszültséget. Nem voltam rá képes. Ma olyan szinten meg volt fertőzve a lelkismeretem, hogy abba a közegben, ami, 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 ezt képviselte felém, ezt a fajta ö, hozzáállást próbáltam belőlem kikényszeríteni, ezt a fajta istenképet erőltette rám, ezzel az istenképpel fertőzte meg a lelkismeretemet, abban, a, abban a közegben, ami ott voltam, nem tudtam ezt a feszültséget feloldani, és egyszerűen ö, a rabja lettem a, a, a teljesítménykényszernek. Mm. És ez szerintem ettől nagyobb tragédia egy hívő embernek az életében nincs. Mm. A vele történt már ilyen, hogy maga alá gyűlt a teljesítmény, teljesítési kényszer Istennel szemben? Nem. Ilyen nem volt, hála Istennek. Nem történt ilyen. Az egyház felé annál inkább. Mm -hmm. e mondjuk az egy szerencsés dolog, hogyha az ember ezt a két dolgot szét tudja választani hmm. egymástól. És, és annyival egészíteném ki még azt, amit a Béla mondott, meg az előttem szólók, hogy, hogy Isten mivel a leghatalmasabb személy, lény ebben az egész univerzumban, ezért teljesen normális az, hogy, hogy a Tamás is utalt rá, amikor mi emberként összetalálkozunk vele, akkor akkor azért előt, erőt vesz rajtunk a félelem. Uh -huh. Ott van az a példa, amikor János találkozik, a jelenések könyvében van ez leírva az úrral, és akkor azt mondja, hogy a lába elé este, mint egy halott, kiment belőle minden erő, és onnan tudjuk, hogy ez a félelem miatt volt, mert oda lép hozzá az úr, a vállára teszi a kezét, és azt mondja neki, hogy ne félj. Uh -huh. És most értsétek volt, de arról az örökké való nem tehet, hogy, hogy, hogy félelemmel reagálunk. Mm. Viszont amikor azt látja, hogy a félelem születik meg bennünk, akkor, akkor az ő üzenete az, hogy ne félj. És az, hogy ő mennyire tökéletes személyiség, ez pontosabban abban érhető tetten, hogy, hogy azt a félelmet, amit ő egyébként a nagyságából, hatalmából adódóan kelt, azt ő soha nem használja eszközként arra, hogy ezen keresztül manipuláljon bennünket. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten személyiségével ez nem összeköthető. Ezzel ellentétben az ördögével maximálisan összeköthető, és ő tudatosan használja a félelem az eszközét. És éppen ezért akár egyházon belül, akár egyházon kívül, ha egy olyan személyrel találkozunk, aki a félelemkeltéssel manipulál, és próbál meg irányítani, és próbál meg hatást gyakorolni, meg hatalmat gyakorolni, akkor ki kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, hogy itt egy ördögi természetű dologgal állunk szemben. És adott esetben persze megkísért mindannyiunkat az, hogyha övez bennünket egy tisztelet, hogyha nem tudom, akár tanárként, vagy bármilyen pozícióból adódóan tudunk félelmet kelteni az emberekbe, akkor ezt használjuk eszközként. De szerintem fontos az, hogy, hogy erről tudatosan lemondjunk, és hogy, hogy más módját ragadjuk meg annak, ahogyan a Béla is utalt erre, hogy az örökké sem a félelmet használja arra, hogy, 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 hogy neki engedelmeskedjünk, hanem, hanem arra vágyik, mint minden normális ember, hogy ez az engedelmeskedés, ez az együttműködés, az ő vele való együttműködés, az szeretetből fakadjon. Ennek a félelemből fakadó irányításnak nincsen helye a házasságban, nincsen helye a családban, nincsen helye az eklíziában, nincsen helye az egyházban sem. A teljesítménykényszer, ugye, ugye, hogy arra a kérdésre is válaszoljak, Hmm. ott van ösztönösen bennünk. A Tamás utalt rá, hogy ez a, a pogánysággal összeköthető, vagy talán te utaltál rá, Béla. A pogányistenképnek ez a lényege, hogy, hogy, hogy félek a természet feletti Tehát minden olyan dolog, amit nem tudok befolyásolni, az, az bizonytalanná tesz engem. Főleg azok az emberek, akiknek már nagyon nagy hatalmuk van, lehet látni, hogy kontrollmániássá válnak, és akkor érzik magukat biztonságban, hogyha mindent kontrollat tudnak tartani. Viszont ők is szembesülnek azzal, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudnak kontrollálni, bármennyire is szeretnének. Bár mindent megtesznek ennek érdekében egyébként, hogy ez így legyen, minden eszközt megragadnak, és a magunk szintjén minden ember életében ott van ez, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen nincs hatalmamban kontrollálni, látom azt, hogy van egy természet feletti, és, és félek attól, hogy vajon a, az a természet feletti személy a javamra fog-e dönteni, vagy éppen ellenemre, hogy meg fog áldani, vagy meg fog büntetni. Ez a pogány istenképnek a, a sajátja, hogy mit kell nekem tennem azért, hogy ne büntessen meg, vagy hogy megáldjon, és hogy a segítségemre siessen. És, ha. És szerintem nagyon-nagyon fontos, már nagyon sokat beszéltünk erről, de nem eleget még mindig, újból és újból tisztázni azt, hogy az Isten teljesen más. Uh -huh. Ahogyan Béla szokta ezt idézni, amikor megkérdezték a, nem tudom, teológust, vagy valakit, egy híres svájci teológus. teológust, hogy milyen az Isten, és az volt rá válasz, hogy teljesen más. Szóval Isten teljesen más, Isten teljesen más, és, és ő nem megy bele ebbe a ebbe a csiki hanem, hanem, hanem valódi kapcsolatra vágyik velünk. Ezzel együtt, a, a, a szerintem egy szeretett kapcsolatban, szülő-gyerek kapcsolatban is van helye az elvárásoknak. Ha nekem nincsenek elvárásaim a gyerekeim felé, akkor ez azt jelenti, hogy igazából nekem tök mindegy, hogy mi fog velük történni. Nem is hiszek bennük, nem hiszek a képességeikben, az adottságaikban, a tehetségükben. Ha én elvárást támasztok velük szemben, az nem azért van, hogy, 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 annak arányában, amennyire, amennyire az elvárásaimat teljesítik, fogom őket szeretni, vagy nem, hanem a szeretetemmel együtt vannak ott az elvárások, pontosan ő miattuk és ő értük. És az lehet, hogy ez bennük okoz feszültséget, és kelt bennük némi izgalmat, hogyha egy rossz egyet kapnak, akkor holott én tudom, hogy képesek az ötösre is, hogy akkor akkor ezt hogyan fogják felém kommunikálni, úgyhogy én éppen ezért egyébként nem szeretem a, az újkori rendszereket, amikor automatikusan megkapom az értesítést a gyermekeim jegyeiről, mert nincs benne ott az a dinamika a kapcsolatban, hogy majd, az autóban hazafelé, vagy amikor én hazaérek, este vagy ők hazaérnek, akkor elmondják, hogy ez is most az, az történt. Mert kell hozzá a bizalom. Tehát kell az, hogy, hogy, hogy tartanak attól, hogy mit fogok én reagálni, és nem biztos, hogy mindig felhőtlenül boldog leszek, mert lehet, hogy szembesíteni fogom őket azzal, hogy, hogy azért születhetett volna ennél sokkal-sokkal jobb eredmény is. De amit mindenképpen én szülőként fontosnak tartok, az az, hogy hogy mindenben a, a a jó szándékomat és a szeretetemet érezzék. És szerintem, hogyha Istennek nincsenek velünk szemben elvárásai, akkor, akkor ő egy nagyon felelőtlen szülő lenne. De ő egy olyan szülő, aki a szeretetével azért, mert szeret minket, mert bízik bennünk, mert hisz bennünk ő, nekem az a meggyőzésem, hogy ő azért ki akarja belőlünk hozni a maximumot és, és nyilván ő megragadja, mint jó pedagógus, és mint jó szülő ehhez a legjobb eszközöket, és ebben szerintem van azért van helye az elvárásoknak is. Felvetettél egy érdekes dolgot, ami így, így megragadta a fejembe, és lehet, hogy egy kicsit terelem ennek mentén a témát, ugye, hogy külön, külön választani azt, hogy a, a gyülekezet által okozott teljesítménykényszer, és az Isten által okozott teljesítménykényszer is. De uh, másnak tenném fel azt a kérdést, hogy, hogy szerinted ezt uh, uh, hogy tudják a keresztények választani, vagy mikor válik ez szét egy keresztény fejébe, hogy az csak a gyülekezetnek a teljesítménykényszere, vagy hogy tudod odáig eljutni egy ember, hogy leváljon arról, hogy ez egy szervezetnek, mert ugye a gyülekezet kapcsán mindig a szervezetre gondolunk, vagy, vagy Istennek a. A, az elvárása, tehát mi, mi tud elvezetni odáig, hogy az ember rájöjjön, hogy ja, hát ez igazából csak a szervezetnek a pressziója. Hát ez jó kérdés, őszintén szólva én csodálom Attilát, hogy ő ezt magába külön tudta választani, <coughs> mert ugye én bennem ez inkább úgy volt, hogy, hogy azt soha nem éreztem, hogy az Isten gyűlölne, bántani akarna, vagy bármilyenféle. De az, hogy elégedetlen velem az, hogy, hogy tehetnék többet azért, hogy, hogy ő, ő, ő örüljön, mm. ilyeneket éreztem. Magát. És ugye hát a gyülekezet is szeretne hatékony lenni, és akkor motivál engem, mm. és akkor azt mondja, hogy akkor vagyok jó keresztény, ha minden héten hozok egy új megtérőt, hogyha nem vagyok beteg, hogyha a ráteszem a kezemet a betegekre, és azok meggyógyulnak, mert ez a hívő ismérve. Mm. És hogyha anyagilag prosperálok, és sok-sok sok minden más. És hát az ebbe sokszor tud szembesülni azzal, hogy mm. hát ezt a mércét nem ütöm meg, ami a, a jó keresztény mérce lenne, amit elémárítanak állítanak. Ö, ö, részben tudom ezt teljesíteni, és egy idő után ö, arra is rájön, hogy soha nem is fogom elérni. És ugye ez az a pont, amikor az ember úgy van vele, hogy hogy kevesen jönnek rá arra, hogy az elvárás rossz. Uh -huh. És inkább azt gondolják, hogy velük van valami baj. Ők nem jó keresztények, valamit nem jól csinálnak, valamiben nem csinálnak eleget, uh -huh. nem teszik, nem... És így tovább. <kül> és hát én nekem a forduló pontot ebben az jelentette, amikor elolvastam a Máté 23-ban, hogy összekötözitek a terheket és a kisujjatokkal amikor ezt elolvastam, akkor végig gondoltam, hogy akik ezt az elvárás rám teszik, hogy én nekem mi mindent kell jó keresztényként csinálnom, vajon ők élik-e? Vajon ők csinálják-e? És rá kell jönnöm, hogy nem, ők se tudják, ők se csinálják, ők se élik. És akkor egy, először megkönnyebbültem, és örültem neki, hogy jó, nem csak én vagyok ilyen béna, hanem más is. E, aztán nyilván az ember elgondolkozik ezen, hogy akkor ez most hogy működik helyesen, és hogy működik jól. És e, Egyfajta érettség kell ahhoz, hogy hogy rájöjjünk arra, hogy Isten önmagunkért szeret. Hogy ne, ha meggyógyít bennünket, akkor nem azért gyógyít meg bennünket, mert eleget imádkoztunk meg, és eleget a bőjtpenzumot odaadtuk neki, vagy nem tudom én micsoda, hanem szeret bennünket, és nem gyönyörködik abba, hogy szenvedünk. És mi vagyunk neki fontosak, és nem a gyógyulás, és nem demonstrálni akarja az ő nem tudom én micsodáját, és az ébredést előmozdítani, hanem hát egyszerűen megérint, vagy meggyógyít bennünket. És ahhoz, hogy az ember... Ezt külön tudja választani, nyilván a személyes kapcsolatban kell neki egy olyan szintre eljutnia, amikor már nem gyámkodik fölötte a közösség. Mert mm. teljesen természetes, hogy az ember új megtérőként, hát kapaszkodik a mama szoknyájába, és a, a gyülekezet, a, a neki a, a maga mennyország, és a, az Üdvözült Szentek közössége, aki, ahol minden egyes darab belőle tökéletes, aki csak beteszi a lábát az ajtón, és egy bizonyos idő után rájön, hogy ez nem így van, mint ahogy a kisgyereknek is. Hát a papa a legtökéletesebb, mm. a mama a legtökéletesebb, és, és erről elkezd rájönni, hogy ez nem biztos, hogy teljesen így van, és át tud esni a lónak a túloldalára, de amikor már az ember ebből a szempontból érettebbé válik, akkor tudja, hogy a közösség egy áldása számára, egy közeg a számára, ami jó esetben segíti, hogy Istenhez közelebb kerüljön, rosszabb esetben egy bizonyos ponton túl az akadályává válik. És nem van, amikor ez rossz szándékból történik, tehát tényleg manipuláció, de nem van, amikor merőben jó szándékból. Történik, mert a, a lelkész szeretne hatékonyabb lenni, szeretné, tudja, hogy van több bennünk, és valahogy motiválni akar minket, mm. és akkor végül is a motivációnak a kicsengése, a vékicsengése mindig az lesz, hogy nem vagytok elég jók. Mm. Isten elégedetlen veletek. És így tovább. Vagy féltésből, hogy jaj, hát hú, az oda nem menjél, azt ne csináld, mert az veszélyes, és akkor inkább maradj itt, amíg biztos meleg közegben, Más vissza a rácsaságyba, és rázd a csörgőt tovább, mert akkor abból nem lesz baj. <laughs> és a akkor baj túl, túl féltjük, túl fél, túl fél mi pásztorok túl féltjük a hívőt, és azt mondjuk, hogy ú hát az nagyon veszélyes, most elmész arra a arra konferenciára, ahol a ki tudja, kik vannak ott, és akkor ki tudja, mit fogsz ott összeszedni, hallani és látni, és akkor ki tudja, az milyen kanyarokat fog majd az életedbe hozni, mert izébe, stb. szó szóval ez a, ez a, ez a túlféltős dolog, amikor Pistike nem mászhat fel a, a játszótéren a, a, a csúzdára, mert veszélyes, és akkor hát ott ül a mama szoknyáján, mert minden veszélyes azon kívül. És ez az a, ez a, ez az a probléma, amikor merő jó szándékból, merő túlféltésből, de kineveljük az emberekben a, a kiskorúságot. Vélet, mit, mit gondolsz, hogy könnyen, könnyen ki tud jönni az ember ebből a kiskorúságból? Ugye te is mondtad, hogy, hogy a teljesítménykényszer maga alá gyűr hogy ebből könnyű kijönni, hogyha ha vannak megfelelő táblák vagy útmutatók. Vagy... Hát, hát, hát nagyon mélyen konzerváljuk a kiskorúságot a konzerválják bennünk, akkor a, a nem nem egyszerű feladat. Ez tehát, tehát nem, nem is, komoly is olyan egyszerűen. Nagyon el. komoly kötelékké. és, és, és é, van, amikor évek év. Kijöttem az el, abból a gyülekezetből, ahol szocializálódtam valameddig. Uh -huh. Azért na, na, több, többnyire azért sokkal több időt töltöttem már az autón a gyülekezetben, mint abban a gyülekezetben, ahol megtértem, és azért, az, azért e, mert túl vagyunk ezen. De például ott azt tanították, hogy mondok valamit, a Párizsiban vér van. Uh -huh. És ugye mi nem ettünk Párizsit, mert vér van benne. Azt nem mertük megenni. És eljöttem abból a gyülekezetből, és eltelt három, négy, öt év, és még mindig nem ettem Párizsit. Uh -huh tudtam, hogy hülyeség, de mégsem ettem. Mert a lelkiismeretem figyeltem, és úgy, tehát érted, a lelkiismerete félre, és nem engedte. Úgy, ére, úgy éreztem be, hogyha megeszem a párist, akkor van mégis, nem, nem, tehát nem akkor károsztattam magam érte. És tudtam, hogy nem igaz, hülyeség, baromság az egész. Tehát ez nem olyan egyszerű, azt gondolom. Nagyon erős kötelék tud lenni, és, és ezért, ezért nagyon veszélyes. Szerintem ezért, ezért tragédia az, hogy ez a fajta kiskorúságban való tartás meg tolása a hívőknek, mert évtizedekre meg tudja a hívő embernek az életét nyomorítani. Mm. Egy hülye tanítás, mm. szerintem. Csak annyit tennék hozzá szintén pásztori tapasztalatból, hogy viszont van a hívőknek egy rétege, aki boldogan kiskorú és ezt be kell hagyni nekik. Tehát ők, ők szeretnek azok lenni, szeretik, ha mások döntenek helyettük, úgy érzik magukat biztonságban, és jól, ha valakinek a széles vállai köré beállnak, és ezzel el vannak, és boldogok, és szerintem az ilyen típusú embereket nem kell háborgatni. De aki töb többre vágyik, annak bizony ki kell törnie a kiskorúságból. Nagyon nehéz dolog. Nem egyszerű. De az úr meg tud szabadítani, van egy jó, van egy jó hír. Uh -huh. És nyilvánhoz kell egy olyan közeg, kell, hogy az ember, az ember döntéseket hozzon. Uh -huh. Azt kell, hogy az Úr utánunk jöjjön, mint hogy Péternek utána ment. Egyszerűen ebből csak az Úr tud megszabadítani. Tehát uh -huh. magunkat nem tudjuk megszabadítani, nem tudjuk. Igen, igen, igen. Attila, mit gondolsz, a közösség az hozhat ebből? Tehát, hogyha az ember közösséget vált, az, az ki tudja ebből hozni, vagy, vagy ha viszi magával a hagyományait, a megszokásait, akkor ugyanúgy benne tud maradni akkor is, hogyha a teljes közösség a másik irányba megy körülötte. Nagyon jó kérdés. Még egy kicsit visszakanyarodva az előzőhöz, hogy hogy lehet szétválasztani, hogy most a közösség vagy a, az Isten részéről érkeznek az elvárások, most ha nem is az elvárások, csak az a félelemkeltés, vagy Igen. szorongás, vagy egyéb. Én azt gondolom, hogy hogy, a, hogy Istenben nincsen semmilyen bizonyítási kényszer. És az a jó, hogyha bennünk sincsen. Uh -huh. Jézus a kísértéskor, a megkísértésekor, hát hogy úgy mondja, mind a kettőre nemet mondott, mert a, az első kísértés arról szólt, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor bizonyos be azáltal, hogy a köveket kenyérét teszed. Uh -huh. És amikor meg azt mondta, hogy na, itt vagyunk a templomnak az ormán, vezsd le magad, akkor pedig azt szerette volna, hogy Jézus vegye rá az atyát, hogy ő, is bizony, hogy ő bizonyítson mellette. És Jézus azért nem ment ebbe bele, mert az atyában nincsen egy bizonyítási kényszer. Viszont azok a azok a, a, azok a tényezők, amik körülvesznek bennünket a kereszténységben is, meg az egész világban, ez a, az elképesztően profitorientált világ, ez úgy van berendezkedve, hogy be kell, hogy bizonyosodjon, ki kell, hogy derüljön, hogy én jó szolgáló vagyok, hogy én jó hívő vagyok, hogy ez a gyülekezet hasít, hogy, és ezt be kell bizonyítani egyszerűen, és, és ezt nehéz elengedni. Tehát nehéz elengedni azt, hogy, hogy az igazság az úgy is be fog bizonyosodni. És Jézus nem ment ebbe bele, tehát volt, amikor alig maradt mellette valaki, és akkor nem hívta össze a válság stábot, hogy most hogyan szerezzük vissza a követőket, hanem fölkínálta a lehetőséget a maradéknak is, hogy hát ha gondoljátok, akkor ti is elmehettek, vagy legalábbis megkérdezte tőlük, hogy ne, akkor mi lesz most, akkor ti is elmentek. És nagyon jó volt Péternek a válasz, hogy hát hova mennénk. Hát az örök élet beszéde van nálad. Idő kérdése, amikor majd ez az átmeneti állapot helyre fog állni, de mi nem ilyenek vagyunk, mi pánikolunk, hogy jaj, akkor baj van az általunk hirdetett igazsággal, azért mégiscsak ki kell derüljön, hogy, hogy jól csináljuk, amit csináljunk, helyes a hitünk, jól szolgálunk, jó pásztorok, jó prédikátorok, jó evangélisták, jó nem tudom mi, micsodák vagyunk, tanítók vagyunk, és, és amikor ott van bennünk a teljesítménykényszer, hogy ezt a szót használhatod, hogy teljesítmény. Tehát Istenben nincs teljesítménykényszer. És szerintem az az ideális, hogyha bennünk sincs teljesítménykényszer. Ha bennünk teljesítménykényszer van, akkor ezt tovább fogjuk adni a többieknek. Uh -huh. és az le fog képeződni a, a, az egész gyülekezetre. És egyszerűen meg fogja fertőzni a többieknek a lelki ismeretét is, meg a, az attitűdjét, és, és nem könnyű ebből kijönni. Tehát, hogyha valaki egy ilyen teljesítmény központú, teljesítmény orientált rendszerben vált hívővé, akkor, akkor, akkor hát csatlakozom a Bélához, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon nehéz ebből kikecmeregni, és máshogyan látni saját magamat, meg máshogyan látni a, az egész közösséget. És hogy kell-e ez közösségváltás? Hát adott esetben lehet, hogy igen. Hmm. Ugye én itt is az életszentségének a törvényét tartom mérvadónak, amit Tamás szokott emlegetni, hogy, 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 az mindenek felett való, tehát amikor már az életet forog veszélybe, akkor fuss menekül inkább. Viszont Tapasztalatból mondom, láttam sok ilyet, hogy még teljesen a teljesítmény kényszertől átszőtt, áthatott közösségekben is voltak olyan emberek, akik tudtak ettől szabadok lenni. Tehát a szabadság az belül van, és az belül meg lehet teremteni, azt az igazság megismerése megteremti, mert minél jobban megismerjük az igazságot, annál szabadabbnak fogjuk érezni magunkat. És ilyen helyzetben. Szerintem, ha valaki ott marad a maga közösségébe, akkor válhat egyfajta kovászszá is, ö, ö, tovább fertőzheti pozitív irányban a, 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 a többieket is. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy önmagában az, hogy váltasz egy közösséget, az abban segít, hogy a mechanizmusaidat esetleg elkezdi szépen lassan felülírni. De ha nincs kijelentés, ha nincs megismerés, hogyha nincs egy élmény, ha maga a szent szellem nem programozza fölül a, azt a sok hülyeséget, ami belénk lett táplálva, akkor bárhova mehetünk, ugyanazok a szorongásaink, kényszereink fognak előjönni, és, és akkor az nem segít. Tehát nyilván nem mindegy, hogy az ember mit hall, és persze nagyon fontos a környezet, hogy mi vesz körül, csak akkor ezt komolyan kell venni. Tehát, mm. hogy, hogy hagyni kell magunkat meggyőzni. Meg akkor valamilyen szinten tudni... Tehát tudatosulni kell az emberben, hogy ez neki problémát okoz, hogy, hogy teljesítmény kényszeres, és uh, így gondolkodik. Tehát, hogy amíg nem tudatosul teljesen, hogy ez probléma, akkor addig nem probléma. Vagy hát... hát amíg nem tudatosul, addig nem probléma. <coughs> nagyon szépen meg, megfogalmazta, mivel. igen. De azzal együtt, amit az Attila mond, persze, az, nem, nem az tehát ez én esetemben nem az... Tehát nem akarok én ebből szabályt. Uh -huh. Tehát, hogy nekem, nekem, úgy gondolom, úgy, úgy, most utólag így nézem, hogy ahhoz, hogy én ebből ki, jöjjek ebből a kiskorúságból, nekem el kell törni abból a közegből. És még így se volt könnyű, hogy egy olyan gyülekezetbe kezdtem el járni, ami az autonóm gyülekezet, ahol, 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 elkötelezte magát a gyülekezet, arra a gyülekezet vezetése, hogy azt nem. Tehát, hogy... Uh -huh. És még ennek ellenére sem volt egyszerű. De aztán van ilyen is. De ez, szerintem ez inkább kivé, a kivétel. Tehát ez a kivétel, hogy ott marad a közegben, és ők, Tehát az egy nagyon nagy nehéz feladat, főleg, hogy az ember még fiatal keresztény is úgy, tehát abban az állapotában marad ott abban a közegben. De maradjon ott, hogyha az úr őt úgy vezeti. És akkor egy, egy utolsó kérdés folyamnak neki látva hogy mit, mit, okoz az életünkben, vagy milyen változást hoz, hogyha ha leszabadulva a teljesítménykényszerből, vagy akár a gyermekségből egy olyan irányba megy, hogy a valódi Istenfélelem irányába. Tamás, te mit, mit gondolsz, hogy ez mit, mi, mivel járt, tehát miben nyilvánul meg, honnan veszem észre az életemen, hogy, hogy kiléptem az egyikből is, most már egy szabadabb Hát, nyilván a kiskorúság gyermekkorúságot jelent. Ha gyermek vagyok, akkor úgy szólok, mint gyermek, úgy gondolkozom, mint gyermek. De hát parancsunk van, hogy ne az értelemben legyünk gyermekek, hanem a bűn, bűnre nézve, legyünk olyan ártatlanok, mint a gyermekek. Tehát ez egy természetes folyamatnak kéne legyen a hívő életében, és onnan amikor megreked ez a növekedés, megreked az előmenetel, megreked a fejlődés, akkor lehet tudni, hogy valami nem jó. Vagy azért, mert belép a teljesítménykényszer, és nem merek Istenhez közeledni, mert tudom, hogy nem nincs elég ajándék a kezembe, amivel őt arra késztethetném, hogy odafigyeljem, vagy szeresse, vagy nem tudom én mit csináljon, amit éppen el akarok érni és akkor az ember úgy lemond erről, és akkor úgy van vele, hogy jó, hát akkor ellébe szolok, akkor nem én leszek a kedvenc, de talán a küszöbön valahogy mégiscsak ottan a A másik része a dolognak pedig az, és ezt ugye mi kegyelmes köreinkben tapasztaljuk, hogy az emberek felszabadulnak ez alól a fajta elváráskényszer, a teljesítménykényszer alól, és nagyon lelazulnak. És az egyfelől nagyon jó, Másfelől viszont eh, csak a fele a, a történetnek. Mm. Tehát erre mondtam én azt, hogy ugye nem maradj a sivatagba, hogy, hogy gyereki Egyiptomból az jó, de menj be az ígéret földjére, és ne maradj a sivatagba. Mm. Tehát az, hogy kiöttél az már jó, de még csak a sivatagba vagy, még be kell menni az ígéret földjére, ami azt jelenti, hogy amire téged eddig azért imád, volt ima életed, mert féltél, hogyha nem imádkozol, fejedre esik a tégla. Azért nem követtél el bűnöket, mert féltél attól, hogy Isten megátkozt téged, és akkor súlyos következményei lesznek a dolgose. Most pedig ez nincs ott az életedben, és ezért hát. Az életviteleden meg látszik, hogy lelazultál, és ez egyáltalán nem olyan, mint eddig, már nem is imádkozol, már kisegyítod a Bibliát, már olyan megjelennek olyan bűnök is, amik korábban elképzelhetetlenek lettek volna az életedben, stb. 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 Ez a sivatag és utána át kell tanulnod arra, hogy ne a félelemből csináld ezt, hanem, hanem bizalomból csináld, hitből csináld. Hogy ne azért uh, hallgass az Istenre, mert különben jön az Isten és megbüntet, hanem azért hallgass az Istenre, mert ő szeret téged mindenkinél a legjobban, és ő akarja a legjobbat neked, és mivel ő a legokosabb mindenkinél, ezért ő is tudja, hogy mi a legjobb neked. Következésképpen, amikor mint a kamaszkorban, hogy amikor ugye gyerekek vagyunk, és azt mondják, hogy menj át a másik szobába, nézd meg, ott vagyok-e, akkor a gyerek átmegy és megnézi. Kamaszkorban meg már az alapvető dolgokat sem csinálja meg, amiről tudván tudja, hogy ez, és nem, nem érdekli, hogy a szülei mit mondanak neki, és egyik sem jó. Itt is az áttanulásnak ez a folyamata, ez egy nagyon fontos dolog. És ami még nagyon fontos, én szerintem az az, hogy az Isten félelem, meg az Isten ismeret nagyon gyakran egyszerre szerepel a Bibliában. Azt is meg szokták kérdezni, hogy ha, ha elhagyom az Isten félelmet, azt honnan az miért rossz, vagy, vagy, vagy miért tudom. De a, a, a Szentírásban ugye. Tessék az ézselyási híres igére gondolni, hogy az Úr szelleme nyugszik, meg ugye a messiáson, ami, és ott fel van sorolva három pár dolog, hogy, hogy mi mindennek a szelleme, és az Úr félelmének és az Úr ismeretének a szelleme, vagy hogy a híres igény, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme és a Szentnek az ismerete, az esz eszesség. Tehát itt is a félelem, az ismeret van együtt. És például a az Isten félelem bölcsét tesz. Ez a bölcsesség kezdete, még nem a vége, de a kezdete. A bölcsesség pedig arra kell, hogy jó döntéseket hozzunk az életben. És a jó döntéseink teszik az életünket élhetővé, jóvá. A jó életet akarunk, jó döntéseket kell hozni, a jó döntésekhez pedig bölcsesség kell. Nem a szentéleknek a nem tudom, én, milyen vezetése, meg az össze-vissza mindenfélék, amiket ta tanítgattak nekünk, ami szeretett, karizmatikus közegem. Bölcsességre van szükség, ha elolvasod a példabeszédekbe, hogy a bölcsesség mi minden tud, akkor általam uralkodnak a királyok, és le van írva, mi az erszényedet megtölti pénzzel. Mindenféle dolog, szellemi javak, agyagi javak, lelki javak, mindenféle ott van a bölcsesség kezébe. És e és az Isten félelem a bölcsességnek a kezdete, vagyis annak a tudása, ennek a két egyszerű ténynek a tudása, hogy Isten szeret engem a legjobban, és akarja nekem a legjobbat, és Isten a legbölcsebb, a legokosabb, ő tudja a dolgokat. Nem kell nekem leélni egy életet, és 80 éves koromban rájönni arra, hogy az Istennek igaza volt, amikor már kellő élettapasztalat áll a hátam mögött, és azt tudom mondani, hogy tényleg úgy van, és tényleg az volt a legfontosabb, hanem már tíz évesen vagy 20 évesen is rájöhetek erre, amikor elolvasom és elfogadom, hogy amit az Isten Isten mond, az nekem a legjobb, és az a legbölcsebb, a leghasznosabb dolog a világon. És ez tulajdonképpen az áttanulásnak a lényeg, a gyermekkorból átlépés az életkorúságba, a félelemből átlépés az Isten félelembe, és az Isten iránti tiszteletbe, ahol nem feledkezem meg arról, hogy az Isten kicsoda. Atyának hívom őt, de tudom, hogy összemély válogatás nélkül ítélő bíró is egy személyben az én atyám. A közösségünk alapja az, hogy, hogy ő az én atyám. De ugyanakkor azt is tudom, hogy, hogy e e amit ő megalkotott, az megteremtett, az a rend, amit ő létrehozott, amit a szavával kijelölt és fenntart. Ez nekem fontos. Azért, mert neki fontos. És mivel neki fontos, ezért nekem is fontos. És tudom, hogy neki azért fontos, mert nekem az jó. És nekem nem azért fontos, hogy nekem jó legyen, hanem mert az Atyának fontos. De az Atyának meg azért fontos, hogy nekem jó legyen. És ebből a közegből és ebből a, a, ebből a kapcsolatból nő ki igazán az a fajta keresztény, odaszánt keresztény élet, ami már kell, ő öntudattal rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen bizonyítás kényszeres. Uh -huh. Hogy mindenki hülyének mond, úgy a látszat ellenem szól, ott függök a kereszten, elhagyva, kiszolgáltatva, és mégis én vagyok az Isten fia. És uh, nem, nem uh, a körülmények dacára is pontosan tudom azt, hogy, hogy ki vagyok és mi vagyok. És hát nyilván ez a Krisztus ismeretével ékeskedő kor, ez az életkorúság. És hát elméletileg, legalábbis a Krisztustól adott ajándékok, apostolok, proféták és az összes többi, azt a cél szolgálja, hogy ide juttasson el engem. Eszköz ahhoz, hogy önállóságra juttasson el engem, és nem ö, arra szolgál, hogy a szolgájává tegyem, hogy én a, a példás minisztrinek a szekerét toljam, és biodíszlet legyek ahhoz, hogy ő érezhesse, hogy mekkora nagy, nem tudom én micsoda. Uh -huh. Attila, mondanál egy pár szót arról, mert mint nekem, mintha, amit itt a Tamás elmondott, kicsit, mintha összecsengene azzal, amivel hétfőnként szoktatok foglalkozni. Vagy rosszul gondolom, hogy ez igazából ebbe az irányba tereli Nem az embereket? Nem, pontosan? Igen. Igen. Krisztusban. Abszolút összefügg. Abszolút összefügg. Hát a lehető legjobb tudásunk szerint és igyekezetünk szerint az igazságot próbáljuk meg el. Átadni azoknak, akik részt vesznek a, az alapozó bibliaiskolán, és aztán ugye ennek a második része a, a, az új identitás Krisztusban, és van egy harmadik, ami majd februárban indul. Ugye párhuzamosan megy a három, az már a szolgálatra való felkészítésről fog szólni. És én is szeretnék a Tamáshoz csatlakozni, hogy, hogy amikor megszabadulsz a teljesítmény kényszertől, akkor az esetek többségében ez először azzal jár, hogy megszűnik a teljesítmény. Tehát, hogy, hogy nem telj... Dinamika vesztés. Dinamika vesztés, nincsen semmi teljesítés. Uh -huh. És aztán egy idő elteltével minél jobban hogy belegyökerezel az igazságba, és ez fontos, hogy nem maradjál ebben az állapotban, akkor visszajön a teljesítménykényszer, de egy teljesen más típusú teljesítménykényszer jön vissza, amikor már nem tudod megtenni, hogy nem csinálod. Tehát, hogy, amit a Pál is mondta, hogy, hogy, hogy csontjaimba rekesztett tűz, meg hogy az Istennek a szeretete szorongat bennünket, egyszerűen ott van benned, hogy ha nem mondhatod el, ha nem adhatod tovább, ha nem szerethetsz, akkor fölrobbansz. Tehát, hogy egyszerűen muszáj kiadnod magadból, és, és szerintem egyébként nekünk, ha már ilyen szolgálatokban, meg, meg szó szóval esett az ekléziáról, meg a gyülekezet küldetéséről és egyebekről, szerintem nekünk vezetőknek ez felelősségünk valahol, hogy hogy segítsük az embereket, ha már annyit beszéltünk nekik a szeretetről, hogy már fölrobbannak a szeretetről, akkor, hogy ez a bennük lévő potenciál az valamilyen irányba el tudjon indulni. Tehát, hogy, 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 ez nagyon fontos szülőként is egyébként. Tehát, hogy amikor ott látod a hogy olvastam most erről egy cikket, hogy, hogy, hogy a szülő akkor tudja a legjobban, úgy tudja a legjobban segíteni a gyerekét, hogy, hogy ő ismeri a legjobban. Uh -huh hogy meg akarod ismerni a gyerekedet, hogy fel akarod fedezni azt, hogy mi van benne, hogy milyen képességei vannak, hogy milyen attitűdje van. Nem akkor ez tudsz... az ács fia. Hát <gül> Igen. <gül> és, és, vagy pont olvastam egy, 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 ilyen cikket az egyik zsidó fórumon, hogy, hogy alap, alap hozzáállás, hogy minden szülő egy tanár, is egyben. Sőt, az első számú tanárod az a, az a, szülő. És, és ha már az Isten egy apa, és mi meg itt őt képviseljük a gyülekezetben, akkor, akkor szerintem nekünk ez, ez küldetésünk is, hogy, hogy, hogy ez a, ha már fölajzottuk ezt a teljesítménykényszert az emberekbe, és nem a félelemből, hanem az Isten valódi megismerése okán, akkor segítsünk abba, hogy ez valamilyen irányba ki is törjön. Úgyhogy a kérdésre válaszolva, abszolút ezeknek a, a bibliaiskoláknak ez a célja. És nem az a célja, hogy, hogy rendszereket és kristály tiszta, tökéletes dogmákat adjon át, módszereket, olyan munkafüzetet, amilyen sehol nincs a világon, vagy bármi egyéb, hanem hogy inspirálja azokat, akik részt vesznek, arra, hogy, hogy megismerjék az Urat, hogy megismerjék az igazságot, hogy fölfedezzék Istent, hogy fölfedezzék saját magukat eh, Krisztusban, és hogy, hogy futhassák a pályájukat. Én is csatlakoznék akkor a Tamáshoz, meg az Attilához. Mindig csatlakozni szoktunk egymáshoz, mert mindenki, 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 mindenki egyetért. Teljesen egyetért. és két dolgot szeretnék kiemelni, amit a Tamás is elmondott, hogy nem is fogalmazódott meg, hogy hogy, hogy, amikor az ember már úgy kezd érni, akkor, akkor tényleg igazán fontos lesz az neki, aminek, ami az Istennek a fontos. Már nem azért akarok szolgálni, mert én is amikor elkezdtem a szolgáltatot, tele ambícióval, és akkor én azt gondoltam, hogy én most mennyire nagy szeretettel akarok, mennyire az úrnak a szolgálta, stb. Aztán később rájöttem arra, vizsgálva magamat, hogy ez csak az én saját ambícióm volt, hogy én azért mégis akartam valaki lenni, és akkor stb. És akkor persze ezen így gond, mindenki keresztül megy ezen. Uh -huh. De egy idő után, amikor már így ezek, ezekbe egy belefárad az ember, és ha nem akar senki lenni, nem akar szerepelni, nem akar, mit tudom én, tekintét magának szerezni, akkor után eljön ez a pillanat, hogy, hogy, azért akarsz teljesíteni, mert tényleg te neked is fontos az, ami az Istenek a fontos. És ez, 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 ez egy más dimenzió. Ez egy teljesen más dimenzió. Nem a teljesítménykényszerből. Mm. Mert nem fontos. A ja, meg nem, 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 akarsz már senki lenni, de neked tényleg fontos az, ami az Istennek fontos. Mm. És ezt ez, 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 csak a Szent nem tudja létrehozni benne. Ezt, ezt, nem tudják rendszerek, módszerek megtanítani neked létrehozni benne. De ez, ez, és ez párhuzam, párhuzamosan, ez párhuzamban van azzal, hogy mennyire tudsz már szeretni. Tehát, mm. hogy ez minél minél érettebb valaki, annál jobban tud szeretni. Most lehet, hogy ez így furcsa kimondani. A szeretetre kerül a hangsúly az életedben, hogy, 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 hogy minél több szeretetet adjál. Megértetted azt, hogy tartozol azzal, mm. hogy, hogy, má, a, má, hogy szeressél, mert egyszerűen annyira szerettéged az Isten, mindig inkább felfogod ezt. Belülről motivált vagy a erőlködés nélkül, vagy most iszéljön, bármi nélkül, hogy, hogy ezt továbbadjad. Mm. Azon kell erőlködnöd, hogy magadba nem? Megjel, megjelenik a felelősség. Meg megjelenik a felelősség. De az a, az a fajta felelősség tudat, ami, 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 szintén, amit szintén nem a teljesítménykényszer, meg az Isten tűfogat rettegés motivál benned, energizál benned, hanem az, az a felelősség tudat, mint amikor egy, egy, szülő felelősséggel van a gyerekei felé, a családja felé. Igen. Igen. Nagyon, nagyon érdekes az a magyar szó, hogy szenvedély. Hm. És beszélgettünk itt egyszer, valamelyik tegyük a helyén, Erről is, mint tudjuk, latin eredetű igen, a szó, más, a passzió. És hogy ugye kétféle képen szokták definiálni, az egyik az, amikor valamit annyira szeretek, hogy kész vagyok érte szenvedni is, a másik pedig az, hogy szemben nem kell, szenvedést okoz, hogyha nem csinálhatom. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy és tényleg, tehát amikor ott van benned az Isten szeretete, akkor az úgy tombol benned, hogy fölrobbansz, hát szenvedsz, ha nem adhatod tovább. Ez egy nagyon jó végszó is, mert az időnk lejárt, mint olyan. És hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok itt az estében, és akkor most még a kérdésekre szakítunk némi időt.